Újabb előadásra látogatott el stábunk az Evangélikus Hittudományi Egyetem Evangélikus Biblikus Szabad Egyetemének keretein belül május 2-án. Az előadó Korányi András egyháztörténész volt, aki a luteri időközösség és egyházi megújulásáról beszélt. Korányi úr megismertette a jelenlévőkkel a megújulás köreit, amik révén reformálódott a köznép élete úgy otthonaikban, mint a gyülekezetekben is. A kiindulási pont a közösségi életben a második kőtábla a 10 parancsolatból. Természetszerűek, hiszen az első kőtábla az Isten kapcsolatunkra, a kultikus életre, a személyes hitünkre vonatkozik, a második kőtábla viszont onnantól kezdve, hogy tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználk, hogy ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne kíván. Tehát ezekkel mind-mind közösségi témákat érint. A negyedik parancsolatot Luther ebben az összefüggésben az egész fejének, forrásának tekinti. Tiszteld atyádat és anyádat, ez nem kevesebbet jelent, mint hogy Isten a maga atyaságát az egész teremtett világ fölött és az embervilág fölött is megosztja az emberekkel. Úgy rendezi be a világ rendjét, hogy különböző helyeken álló emberek ennek az atyai felelősségnek és feladatvállalásnak a részeseivé kell, hogy váljanak, és ebben a reformáció világosan beszél, hogy az első helyen a család áll. Ezt nagyon-nagyon fontos látnunk, hogy a családok megerősítésére, illetve a családi életnek a megszentelésére fordított energia tanítás a reformációban kiemelkedő jelentőségű. Ez egy egészen nagy csomag, a következő dián majd ezt próbálom egy kicsit jobban körbejárni. A családban a szülők, nagyon-nagyon nagy probléma akkor is, mondja Luther, hogy nincsenek a szülők fölkészülve egyébként erre a feladatra, és nincsenek fölkészítve egy ilyen jellegű feladatra. Tehát, hogy ők Isten helyettesei, mert azt kellene megélni, ami az Isten kapcsolatra amúgy is jellemző, nyilván töredékesebben ennek Isten is tudatában van, de ez egy nagyon-nagyon lényeges elem. És amit ők nem tudnak ebben a viszonyrendszerben esetleg átadni, a családi élet körén belül, azt az Isten kipótolhatja más felelősségi körökből. Az egyik lehet a gyülekezet, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Luther nem azt gondolja, hogy a lelkész lesz mindenkinek az anyja vagy az apja. Az anyja és az apja helyett. Bizonyos mértékig időnként előfordul. Bizonyos mértékig időnként az ember kénytelen ezeket az egyértelmű megnyilvánulásokat, hogy ezt is elvárják, egyfajta modellpótlék legyen. Ezt is magunkra kell vállalni, de ennek azért nagyon tudatosan kezelendő határai vannak. És természetszerű, hogy a gyülekezetnek egyébként közösségi értelemben van egy óriási másik nagy feladatköre, hogy fölkészíti az egész közösséget, az emberi közösséget az üdvösségre való megérésre. És természetszerű, hogy van egy harmadik köre ennek a lehetőségnek és részben a pótlásnak is, és ezt a reformáció megint magasra emelni, ez az iskola. Az iskola megint csak olyan szerepekben tud segíteni, amit egyébként otthon valamiért nem tudnak ellátni, de nem tudja helyettesíteni. Megint sokszorosan alá kell húzni, hogy nem arra van kitalálva az iskola, ez egyébként mondjuk a luteri 10 parancsolat magyarázat mellett más szerzőktől is olvasható ma már, hogy egyébként mindenkinek családja legyen a családja helyett, és mindenkinek az életét megpróbálja nagyüzemi módon elrendezni, úgy, ahogy az a tervgazdaságban megvan, hogy ebből ennyire lesz szükség, abból annyira lesz szükség, arra meg egyáltalán nem lesz szükség, ilyeneket képzünk, olyanokat nem képzünk, amolyanokat pedig akkor képzünk csak, ha megfizetik. Jó, tehát ez így egész biztos, hogy nem működik, és a még egy van, amit ide nem írtam föl, mert most ezzel külön akarok foglalkozni. Az atyák pozíciójában, a felelősségvállalók pozíciójában természetszerűleg ott van a felsőbbség. A világi felsőbbség. Amikor Luther arról beszél a Kiskátéban, hogy az Isten áldása a jó kormányzat, a nem korrupt hivatali rendszer, stb. Stb., akkor gyakorlatilag nagyon komoly dolgokat mond, és ezt kell mondanunk, hogy
a tiszteld apádat és anyádat parancsolatnak egyfajta átruházása az alapvető felsőbbségre vonatkozó előírás, hiszen a Biblia szerint különösen Pál apostol óta azt mondjuk, hogy mi a felsőbbség feladata, a jót jutalmazni és a rosszat büntetni. Ez az alapelve gyakorlatilag a mindenféle világi kormányzásnak. Abban a pillanatban, hogyha ezek összemosódnak, tehát a jót kezdi el büntetni és a rosszat kezdi jutalmazni, abból adódik minden anomália, káosz és visszaélés. A megújulás viszont nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna rá igény. Hát ez már rögtön elég nehéz helyzetbe hoz bennünket, mert egyrészt volt egy átütő erejű vallásos igény. Méghozzá mélyebb keresztény vallásos igény, amelyikbe belefér az is, hogy az üdvösség kérdését személyes kérdésként valahogyan meg kell válaszolni. Ez a mai kor embere számára teljesen furán hangzik, és ebben a mélységben nem is várható, hogy motiváljon bennünket, mármint a körülöttünk élőket, és ezért nagyon nehéz lenne a reformációt ebből a szemszögből megközelítve értékelni. Hát ez vezet aztán odáig, hogy a mai történészeket, vagy akár a jubileumi év kapcsán a megemlékezéseket jobban izgatja a politikai, a katonai, a kulturális és minden egyéb hatás, holott a reformáció elsősorban arról szólt, hogy az Isten és az ember kapcsolata kerül egy teljesen személyes, közvetlen összefüggésbe, és hogy ebből következően az ember élete, a keresztény élete új tartalommal telik meg, gazdagabb lesz, új feladatokat kaphat. Hogy Luther rengeteg olyan közösségi problémával találkozik, alkotó közösségeknek a részese lesz, gondoljunk csak a Biblia fordító közösségre Wittenbergben, vagy az egyetem megújításánál. Városi tanácsok kérnek tőle különböző lelkipásztor és egyéb tanácsokat, a szociális reformokra, programokat, szempontokat. Tehát ezek mind olyan dolgok, ahol Luther érdemben bele tudott szólni. Arról nem is beszélve, hogy Németországban úgy tartják, hogy a német egység, amivel ők azért vajúdnak 500 éve, nem keveset köszönhet Luthernek, egyrészt az egységes német nyelv, másrészt természetesen az evangélium körüli azóta is létező egyházi struktúrák kapcsán. Azt is megosztotta velünk Orányi úr, hogy a reformáció alakja hogyan igyekezett tenni az ügy érdekében, de a háttérben is maradni. Luther egy olyan ember volt, aki a korabeli egyháznak, és azon kívül is rengeteg világi kérdésnek normális, nyitott beszélgető partnere tudott lenni. Tehát ez volt az ő sajátos személyiségéből adódó plusz, hogy ő neki volt bátorsága, néha tabu döntögetésekkel, néha tekintet nélkül arra, hogy ez most politikailag taktikus-e, vagy éppenséggel a baráti körének az idegrendszerét mennyire viseli meg, vagy mennyire nem viseli meg. Konkrét válaszokat igyekezett adni, úgy, ahogy az a meggyőződése szerint való. Bele is illett egy kicsit a közösségi életbe, ki is lógott belőle, és azt gondolom, hogy ez az evangélikusságnak meg a protestantizmusnak valahol mindig is az egyénnek és a közösségnek ez a fajta egyensúlya, központi témája volt.